Na képzeljétek el, hát a leányaim azok már nőnek, ugye, és ők már kezdenek olyan filmeket nézni, ilyen csajosabb, érzelgősebb filmet, és hogy nem, ráakadtak a Titanicra, nem tudom, hogy jött ez nekik témába. Elkezdték nézni ezt a Titanic filmet most vasárnap délután, és hát gondoltam, vasárnap én se csinálok semmit nagyot, lett volna, amit csinálom, de a lekucorodtam mellé, és ugye bele is untam a filmben, aztán közepén felálltam, és aztán a végére megint visszaértem. Ott nézi a család a filmet, és kérdi az asszony tőlem, na itt jön az ego, az első ember, ugye először az ego, és mondja a feleségem nagy viccesen, hogy nem volt egy csaj, jaj, mondom én előzőleg, hogy hát én ezt a filmet soha életemben nem láttam, de tényleg nem is láttam. Hát, hogy én rocker gyermek nem nézi ilyen nyálas filmet, ugye az akkor, amikor a Titanicot kiadták, és nagyba ment a mozikba, meg mindenki nyálazott a Titanicon, akkor én pont egy olyan korszakomat éltem, amikor azt mondatta velem az az énem, aki engem akkor szült, ez a rocker szellemiség, ugye, ami volt Székelyföldön 90-es évek vége fele, hogy hát én nem néztem ilyen filmet, tehát ez ciki volt nekünk ilyen filmet nézni, de itt is látod, tehát nem én mondtam, hogy ciki, hanem ki mondta ciki, hát az a rockerség, rocker vagyok, vállalom, írja Attila, így van, rocker voltam, vállaltam, pontosan, tehát az alatt, a szellemiség alatt ugye vállaltam ezeket a gondolatokat, hát én nem nézek ilyen, tehát ez ciki. Kérdi az asszony, hát nem volt egy olyan csajszi az életemben, aki megnézesse velem a Titanicot, mondom, hogy arra a csajra, aki a Titanicra bukott, arra én nem buktam, úgyhogy ilyen csaj nem volt. Na, így zajlott le a Titanicos párbeszéd. Nézzük tovább a filmet, aztán én persze az ego meguntatta velem, hát én ilyen filmet nem nézek tovább, mentem, végeztem a dolgomat, aztán a végére visszaértem. Lejárt a film, és ennyi volt az első fejezet, majd aztán lefeküdtünk este. És hogy nem hagyott nyugodni, mint ez a film forgott benne. És nem tudtam elképzelni, hogy miért a francér nem hagy békét ez a film nekem. Felkeltünk, belealudtam ebbe a gondolatba, felkeltünk, és ezzel a gondolattal ébredtem. Film. Miért nem hagy engem nyugodni? És aztán, amikor két napig se hagyott nyugodni ez a film, szóval mindez forgott bennem, hanem ilyen hatással nem lehetett rám ez a film, ilyen nincsen. Mi lehet ez? És akkor a szokásos dolog jött, hát megkérdeztem az Úristent, hogy magyarázza-e már nekem, hogy miért nem hagy ez a gondolat nyugodni engem, és ez egy este volt, és akkor elkezdett egész éjjel tanítani engem, és elmagyarázta, hogy valójában én mit láttam azon a filmen. És jöttek a megértések százával, és teljes mértékben rávetítette a mai helyzetet a filmre, és megmutatta nekem, hogy ez a film valójában egy tükör, egy olyan tükör, mint ugye ez a plakát, amit mutattam, hogy teljes mértékben a mai helyzetet, a mai rendszert, annak működését, és annak eredményét, és annak végét, tehát a teljes folyamatot mutatja be. Tehát valójában mi történik? A hajó az ugye maga a rendszer volt. És ebben a rendszerben rengeteg ember volt. És ez a hajó, tehát hogy röviden vázoljam ezt az egészet, ez a hajó mi történt? Léket kapott. De amikor léket kapott ez a hajó, senki nem hitte, hogy el fog süllyedni, még akkor sem, amikor ugye neki ment a hegynek, csak páran azok, akik ezt a rendszert felépítették, ugye a hajóács, meg a kapitány, meg stb., tehát csak a rendszer építői és vezetői ismerték fel azt, vagyis vették észre, hogy hoppá, ez a hajó lehet, hogy tényleg el fog süllyedni, és mi történt a filmben, ez is, és a hajó az ugye maga a rendszer, és nézzétek meg, hogy milyen tökéletes tükör, mit csinált a rendszer, mit csinált az a vezetőség, aki ezt a rendszert felépítette, úgymond, mit csinált, mentő mellényeket osztogatott az embereknek, de azok a mentő mellények, ma is mi van, ársapka, rezsicsökkentés, stb., egy csomó mentő mellény. És a mentőmellények nem mentettek meg senkit. Viszont volt olyan, aki nem volt mentőmellény, és mégis megmenekült. Habár lehet, a rajta is volt, mert is a rendszerben volt, csak nem magától. Ugye van az az öreg asszony, aki elkezdi mesélni a filmet, vagyis a történetet, mert ugye egy expedíció keretén belül 101 évesen oda kerül arra a hajóra, aki az expedíciót ugye szervezte, és a végén aztán meg tud boldogulni ez az öreg asszony is, ez az úgynevezett Róz, ugye a szerelmes pár közül
a női alak, aki egyedül megmenekül, ugye a filmben hát többen is megmenekültek, mint tudjuk, a számok azok mutatják, hogy valójában hányan élték túl ezt az egészet. Ugye 2000 ember körül durván 1500 meghalt, 500 ember megmenekült, de van, aki csak látszólag menekült meg, mert aztán a film arról is beszámol, hogy azok az emberek, akik a rendszer lévén, és a rendszer nyújtotta eszközök, lehetőségek, mentővek lévén menekültek meg, azok közül is sokan vagy öngyilkosok lettek utána, vagy tényleg meghaltak, de megboldogulni ugye a filmben ugye csak ez az egy asszony tudott. És valójában tényleg ez van, hogy egy lyukas hajóra vagyunk szállva. Tehát ez a rendszer, ez már léket kapott. Ez most süllyed. Fütyörészhetünk rajta, de valójában süllyed. És még egy csomó érdekes dolog volt, egész éjjel kaptam a tanításokat róla, és tényleg a tükörképe a mai világban. Mi történt? Van a kapitány. A kapitány ugye az az ember, aki a hajót vezeti, aki a rendszert vezeti, Magyarországon Orbán Viktornak hívják, máshol másnak hívják, és mindenki a rendszerbe azt hinné, hogy a zenészek meghúzzák, igen, a zenészek meghúzták. Érdekes, hogy ott is a primás egy magyar ember volt, csak én mellékesen, és a végén egy-egyházi énekkel zárta a műsort. Ez is sokat mond, de mit segített az? Semmit se segített, ugye a legvégén, tehát most is bemehetünk imádkozni a templomba. Tehát ez is egy olyan része a történetnek, ami teljesen tükrözi a valóságot. Mehetünk, az egyház is, ugye, ezen a lyukas hajón van. Én hiába megyek be a templomba, mert ez a lyukas hajó elsüllyed az egyházzal együtt. Ugye ebbe a hajóba is volt kápolna, templom, luxusétterem, golfpálya, mit tudom én, mit minden volt azonnal a hajón, de minden el együtt süllyedt el a hajó. Tehát nem volt olyan, hogy na, akkor oké, a templom megmaradt a hajón. Nem, a templommal együtt süllyedt el. Szóval visszatérve a kapitányra. Ugye a hajón van a kapitány, és a hajón utazók, vagyis a rendszerben levők, mindegyik azt hiszi, hogy a kapitány az, aki kormányoz, és ő irányítja a hajót. De a film megmutatta, hogy ez nem így van. Mert az, aki ezt a rendszert felépítette, az a szellemiség, ugye volt egy tulajdonos, aki 7,5 millió dollárt fizetett az, hogy ezt a hajót felépítsék, akkori pénzben az itt rengeteg volt. Szóval megmutatja azt, hogy valójában ő irányította a kapitányt is, mert van a filmben egy olyan részlet, hogy háttérbe szól neki, hogy hát menjünk gyorsabban, mert én címlapra akarok kerülni, és érjünk 2 nappal hamarabb a célba, mint ahogy a menetrend szerint az kellene. És a kapitány valójában tudta, hogy ez nem jó, nem mondta is, hogy nem jó, de nem tehetett mást, ő ennek az embernek az utasításait kellett kövesse, és kellett végrehajtsa. Tehát ez is megmutatja, hogy a rendszerben ugye a kapitány, vagyis az, akik az országokat vezetik, nem ők vezetik. Nem ők vezetik az országot. Ezért is nincs értelme ugye a választásoknak egyrészt, mert úgyse ők vezetik az országot, hanem ők is csak végrehajtják annak a szellemiségnek a követeléseit, amely zászló alatt ők ugye meglettek választva. Hát ugye ez alatt a szellemiség alatt választották, mert ők választották ki a kapitányt, és azok, akik felépítették ugye ezt a rendszert a filmbe. És rengeteg ilyen dolog van ebbe a filmbe, ami tényleg teljes mértékben ráillik. Tulajdonképpen nem is láttam semmit, ami nem illene rá. Aztán például egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ami legutoljára halt meg a hajón, ugye az a hajónak a fara, a hátsó része, mert az óra az, ami lebukott a víz alá, és ahogy a hajó felbillent, akkor eltörött ketté. Tehát ez a rendszer ketté fog törni, egyértelmű. És látszólag az a fele, amelyik visszaállt, az megmaradhatott volna a vízen, a hátsó fele úgy önmagában, viszont nem állt meg. Miért? És mi ez a hátsó fele a hajónak, ami látszólag visszaállt egyenesen? Hát ez az alternatív lehetősége. A gazdálkodj okosan, meg mik vannak itt, ezek a tanyasi életmód, meg mit tudom én, mindenféle, de ők is ebből a rendszerből váltak ki, tehát hozzátartozik, és mi történt? Ezzel a hátsó résszel, a hajónak a farával, ahova rengeteg embernek sikerült menekülnie, hát az történt, hogy ez a hajónak az első fele, mivel hogy nem vált ketté, mert nem is tudott volna ketté válni, lehúzta az óra a hátát a mélybe. És ez az alternatív lehetőséget is, az alternatív lehetőségeket is magával rántotta ugye
a maga a rendszer, tehát az első fele a hajónak, és ez a kisebb fele volt, mert nem pont derékben, hanem deréktől kicsit hátrafele tört el a hajó valójában. Na igen, és a rendszer közben, amíg süllyedt a hajó, addig mi történt? Egy csomó mentő mellényt dobott ugye az embereknek, szóval kiosztott mindenkinek, kötelező módon ki volt osztva a mentő mellény, de a mentő mellény nem mentett meg senkit. Látszólag igen, mert hogy amiután a hajó elsüllyedt, ők még lebegtek a vízen, de nem sokat. Nem tudom, fél órát túléltek, utána mindenki meghalt. És a legvége is nagyon tanulságos volt a filmnek, mert a filmben van egy olyan részlet, hogy van egy harmadik főszereplő is, ez mégpedig egy nagy gyémánt, a földbolygó legértékesebb gyémántja, az óceán szíve. És rejtélyes módon hozzákerült az öregasszonyhoz, akkor még ugye fiatal volt, mert hogy a vőlegénye ráadta a kabátját, hogy ne fázzon, és a vőlegénye a kabátja zsebébe rejtette ugye ezt a gyémántot, az óceán szíve névre hallgató nagy szív alakú gyémántot, és ezzel a kabáttal menekült meg ez a lány vagy nő, és élete végéig megmaradt neki ez a gyémánt. És amikor visszakerült a hajóra, mert hogy ez az expedíció is ezt a gyémántot kereste a Titanicon, akkor magával vitte ezt a gyémántot. És elég jó állapotban volt az öreg asszony, akkor 101. évéhez közeledett már, és egy este, ami után elmesélte ezt az egész történetet annak, akik a hajón voltak, akik az expedíciót szervezték és keresték a kincset, a gyémántot, és valójában megkapták a valódi kincset, mert amit az öregasszony mesélt, az volt a valódi kincs, és az a kincs, amit ők kerestek, ott volt az öregasszonynál, akkor az öregasszony felállt a hajótatra, amikor már mindenki aludt éjjel, és elővette ezt az óceán szíve gyémántot, és elengedte vissza az óceánba. És ahogy elengedte, ő megkönnyebbült, és elment a kabinjába, lefeküdt, és megboldogult. És ez a rész számomra bemutatta az Úristen végtelen kegyelmét, hogy képes volt várni 101 évig, hogy az az öregasszony úgymond elengedje az utolsó darabot is, ami a földhöz köti, a fizikai kincs. És mindenki a hajón ezt a kincset kereste, és a film rossz érzést kelt abba az emberbe, aki a földhöz van ragadva, hiszen egy ilyen kincset, hát miért nem adott oda az unokájának, az unokája vitte oda, miért nem adta oda annak a fiatal embernek, aki az expedíciót vezette, miért dobta az óceánba ezt a kincset. Azért, mert hogyha ő megtartotta volna, és ő cselekedett jól az öregasszony, mert ha megtartotta volna a kincset, vagyis odaadta volna az unokájának, odaadta volna annak, aki az expedíciót vezette, és mindent megtett azért, hogy megtalálja ezt a gyémántot, sőt azt hiszem, hogy megbízást teljesített tulajdonképpen, hogy megtalálja ezt a gyémántot, akkor azzal ő a kárhozatot vette volna magához. Tehát az, aki ezt a gyémántot megkapta volna, az fogságba, a rabságába került volna ennek a gyémántnak, és nem lett volna menekvés. Ezáltal, hogy a vénasszony bedobta a tengerbe ezt a gyémántot, megmentette a hajókon levőket, megmentette az unokáját, és még ki tudja hány embert, hogy elengedte. És mikor elengedte, ő lefeküdt és megboldogult. Tehát se fájdalmat nem érzett, se semmit. Egy az egyben megboldogult. Na, szóval sajnos már nem tudom minden részletét úgy visszaadni, ahogy én ezt megkaptam tanításban részletről részletre. Ugye az ego, az egy nyálas filmet látott, az Úristen pedig megmutatta, hogy nem véletlenül engedte meg, és nem véletlenül rendezték meg ezt a filmet, mert ezt tényleg meg lehet nézni, és a lélek által, még úgy is tudja lélek által mutatni az Isten egy ilyen filmnek az értelmét, hogy nem lélek által nézem. Mert az utóbbi időben veletek együtt is sok filmet néztem meg lélek által, ha nem egymás mellett is, de lélekben lélek által, ugye. Attilával is néztünk több ilyen filmet is egyszerre, amit tényleg sikerült lélek által megérteni és az üzenetet venni. Na, én ezt a filmet nem úgy néztem. De az Isten nem engedte, nem hagyta azt, hogy én ezt pökhendi módon nézzem, ha már oda tette elém, ennek célja volt vele. És egészen addig, amíg én meg nem kértem őt, hogy akkor magyarázza el, addig forgatta bennem a gondolat, hogy nem tudtam szabadulni a gondolattól. Aztán, ahogy ezek a gondolatok megszülettek, és ez a tanítás megszült, se elmondtam, megszületett, és
megtanított mindent, amit a film által meg kellett tanítson, akkor megszűnt ez az érzés egyből. Ez a kényszer, ez a gondolatforgatás, többet már nem forgott benne. Ez a gondolat. Na szóval nagyon, nagyon, nagyon nagy volt, ahogy azon az éjszakán tényleg teljes mértékben rávetített, és minden mozzanata, tehát nem volt semmi. Tehát attól elkezdve, hogy voltak olyan emberek, és azok az emberek, akik a rendszert építették, nem tudtak megválni tőle, tehát ez is benne volt a filmben, mert a kapitány, aki vezette ezt a rendszert, ugye a miniszterelnökök, a földkirályai, stb., tehát akik ezt a rendszert vezették, és a hajóács, aki két kezével felépítette ezt a rendszert, és ő mindent belefektetett, mindent beleadott, az egész életét annak szentelte, ők nem tudtak megválni a hajótól, tehát nem tudtak megválni a rendszertől, tehát ők még a mentő mellényt se vették fel. A kapitány bezárkozott a kapitányi hídra. A hajóács ott maradt benn a luxus étterembe, bámulta a gyönyörű szép falakat, a nem tudom milyen aranyos, betétes fali órát, vagy nem tudom, ott valami előtt meg volt állva a filmbe, és mindenki ment, és mondta, hogy menjetek, csak én maradok. És ők nem tudtak megszabadulni a rendszer, től, ők vele együtt süllyedtek el. Azok, akik nem süllyedtek el a rendszertől, de a rendszer mentő mellényét fogadták el, és abba bíztak, azok is mind meghaltak. Egy sem menekült meg. És még valamit a megmenekülőről, a filmnek a legelejéről szól, és világosan bemutatja a film ezt is. Tehát nem csak beleképzeli az ember, mert el is hangzik, mint monológ, mint gondolat, az, hogy Méri, ugye a női főszereplő, amikor belép a hajóra, akkor ő elmondja gondolatba, tehát nem a szájával, hanem az ő hangján mondja a film, ugye is mutatják a nőt, tehát érzékeltetik, hogy ez a gondolata a nőnek, hogy ő neki egy porcikája sem kívánja. Azt is elmondja, hogy ő tudta, hogy hogy kell viselkedni, és ezért úgy viselkedett, mert a rendszer megtanította rá, iskolázott nő volt, ugye az arisztokrácia része, iskolázott nő volt, és tudta, hogy hogy kell viselkedni, ezért nem tűnt fel senkinek, hogy ő nem a rendszerbe illik. És ezt ő így az egész gondolatával elmondja, hogy ő csak azért van ott, mert arra kényszerítik, hogy ő ott legyen a hajón, ott legyen a rendszerben, és ő úgy lépett be ebbe a rendszerbe, hogy ő nem is akar belépni. És úgy volt a rendszerben, és én ezt átéltem, és ez is benne van a filmben, ő úgy volt a rendszerben, hogy közben nem volt a rendszerben. Tehát lehet úgy élni a belváros kellős közepén, hogy a rendszeren kívül. Na, ő úgy volt a hajón, úgy volt benne a rendszerben, hogy a rendszeren kívül volt mégis. Én ezt itt Budapesten átélem, hála Istennek, hogy úgy élek a belváros közepén, Isten kegyelméből, hogy a rendszeren kívül. Tehát, hogy nincsen rám hatással a rendszer, az ő propagandája. Senki nem kényszerít arra, hogy beoltassam magam, semmilyen ilyen mentővet nem kell elfogadnom ahhoz, hogy létezni tudjak, amiket dob a rendszer. És ez a nő, aki nem fogadta el a rendszert léte feltételéül, tehát hogy nem abban kereste ő az életet, ő megmenekült. Azok, akik a rendszerben hittek, és a rendszer fogadták el életük alapjául, azok nem menekültek meg. Tehát én ajánlom mindenkinek, hogy ezt a filmet nézze ebbe a szellemiségbe, és próbálja rávetíteni a rendszerre. És ma már, és ezt jól jegyezze meg mindenki, aki ezt hallja, ma már azon a fázison túl vagyunk, hogy a hajó lyukas. Tehát a jéghegynek nekiütköztünk. Ez nem vitás. Jéghegynek nekiütköztünk, és a hajó süllyed. Idő kérdése, hogy egy, másfél vagy két óra alatt fog elsüllyedni, mert ebbe a filmbe is ez is világosan meg volt mutatva, hogy csak az a kérdés, hogy másfél vagy két óra alatt fog elsüllyedni, de hogy két órán belül elsüllyed, az biztos. Az nem volt kérdés a hajóács számára, aki tervezte és építette ezt a hajót, aki építette ezt a rendszert. Az a hajó, amin mi most vagyunk, az már a léket megkapta. És az a lék egy olyan lék, amit nem lehet befoldozni. Próbáljuk foldozni, de nem lehet. Az, hogy nem lehet befoldozni ezt a hajót, az abból látszik, hogy a hajó legénysége osztogatja számunkra a mentő mellényeket. Ha most szétnézzünk a világba, egyéb nincsen, csak mentő mellény osztogatás, főleg itt Magyarországon. Ugye rezsicsökkentés címén, benzinástop címén,
élelmiszer ársapka címén, meg mindenféle címén, ezek mind mentő mellények. A vakcina is egy mentő mellény. Az, hogy menjünk be a templomba, az is egy mentő mellény. Mindegy, hogy melyik hónapba szállsz, úgy is meg fogsz fagyni az óceánba, amikor a hajó elkezd süllyedni. Tehát a mentő mellények nem fognak senkit sem megmenteni. A hajó süllyed. Ezt most sürgősen észre kell venni. Mondja Tibi, valamit szeretné volna. Bocs, tehát amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, akkor jön a veszedelem, a vajudó, azt mondja a kilécsi kajdanom. Ez a mentő emelmény, ez azt akarja hitetni, hogy biztonságban van az ember, ugye? Na hát a hajó, azok, akik irányítsák ezt a hajót és összeácsolták, ugye, azok tudják, hogy ez lesz egyértelműen, tudják, hogy ez van, csak hát ugye nem fogják bevallani, mind a filmbe se vallották be, hanem inkább választották a rendszerbe való benragadást, tehát inkább választották így mondjuk az öngyilkosságot. Mert ott is szépen meg van mutatva, és így feljött bennem, ahogy mondtad, ezt így ilyen lélek által megértve, hogy ők is mehettek volna onnan, és lehet, hogy ha úgy akartak volna megmenekülni, hogy Isten segedelmével elengedve mindent, akár mentő mellé nélkül is megmenekülhettek volna, de olyan erőteljesen ragaszkodtak ehhez a ők általuk épített hajóhoz, ugye ez a be volt harangozva, hogy ez törhetetlen, zúzhatatlan, ez nem süllyed el, világszenzáció volt. Tehát olyan erőteljes ez a rendszer, érted, ez egy világszenzáció, hát még Isten is csodálkozik rajtunk, hogy micsoda egy stabil, modern struktúrát, infrastruktúrát építettünk, tehát ez olyan tökéletesen működik, úgy el van hitetve az ember, a mai ember, legyünk már őszinték. És csak annyi elég, hogyha az áramot lekapcsolják, és már sluszt is. Hát itt van élő példa, ugye, hogy egyből energiaválság van, és gázválság, és mindenféle hülye idióta válság. Tehát erre szoktam visszakérdezni józan paraszti logikával, hogy mi lett az árammal, hát eddig volt, most mitől lett kevesebb? Hát egyben hova lett el a többi, vagy mi van? Magyarország valójában meg tudta eddig is termelni magának az áramot. Hát úgy lett kevesebb, és úgy lett drágább, hogy valójában léket kapott az egész, és a hajós kapitány, meg a mester, a hajó ácsmester, vagy hogy mondtad te, azt tudják, hogy itt vége van mindennek. Érted? Gondolják utoljára jó, meg gazdagodnak az utolsó fél órában, így is a rendszert majmolják el, valahogy így jön neki. Ez is benne volt egyébként a filmben, mert az életét a másik pénzen akarta megvenni. Tehát az, aki eredetileg a vőlegénye volt mesterségesen a mennyasszonynak, ugye Mérinek, ő súlyos pénzekért akart magának a mentőcsónokba helyet venni, hogy ő is megmeneküljön, és a filmben milyen jól mutatja, hogy az, aki meg kell meneküljön, annak még mentőcsónakra sincsen szüksége, a rendszer által biztosított mentőcsónakra, mert a mentőcsónakból kiszállt, Méri, beült, mert beültették a mentőcsónakba, és ő kiszállt a mentőcsónakból, visszahúzott a hajóra, már engedték lefelé a mentőcsónakot, és úgy is meg tudott ugye menekülni. Na, még egy másik fontos mozzanat most eszembe jutott, amit tanításban így megkaptam akkor éjjel, tegnap előtt éjjel egész pontosan, vagy tegnap éjjel? Egész pontosan, hogy nézzük meg, hogy milyen jól megmutatja, hogy hova tartozik a rendszer, és milyen szellemiség által, milyen szellemiség hatja át azokat, akik ezt a rendszert követik. Hova ment ez a hajó? Babilonba, Amerikába. Ez a hajó, nem tudom honnan indult, de azt tudom, hogy Amerikába kellett volna neki megérkeznie. Tehát ez a hajó Babilonba vitte az embereket. És valójában ez van, hogy aki ezen a hajón van, aki ebbe a rendszerbe él, az Babilon felé tart. Az Babilonba tart. És nézzük meg, hogy az alternatív lehetőség, mint ember számára, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én lázadó vagyok, és én nem vagyok a rendszerbe, ott van az a srác, aki beszerelmes lett, ugye ez a Méri a filmbe, és ő kártyán nyerte ugye a jegyet Babilonba, vagyis Amerikába, és ő nagyon örült neki, és ugye felértek a hajóra. Neki minden álma Amerika volt, hogy Amerikába eljussanak, mert hogy Amerika a szabadság számára.
és nem menekült meg. Hiába, hogy látszólag ő se volt a rendszerbe, de a rendszer szellemisége által élte a mindennapjait, mert az vezérelte őt, tehát az életet számára Amerika jelentette, és az a halálba vezetett. Mert végül ugye ő sem menekült meg. És ez is egy milyen szép tükör ebbe a filmbe, hogy az, akit mi úgy hiszünk, hogy nincs a rendszerbe, úgy látjuk, őt is a rendszer szellemisége hajtja, hogyha nincs az igazságba. És így volt ez a srác is. Kártyán nyerte a jegyét Babilonba, és ott is hagyta fogát. Na így ennyi jött így, ennyi maradt meg na, azokból a tanításokból, amit én kaptam akkor éjjel, de így, tehát fantasztikus volt az az éjszaka, hogy így minden mozzanat, tehát minden jelent a filmben, amit én láttam, minden meg volt magyarázva. Nem volt egy képkockányi, amit a fennvaló nem magyarázott volna el nekem így, ahogy én most próbáltam nektek átadni ezt az egészet. És amit tudunk, hogy úgyse tudod úgy elmondani, hogy a fennvaló megmutassa, pont ez a lényeg benne, hogy ezért jó személyesen megismerni, tehát csodálatos dolog őt megismerni. Hát mindenen keresztül tanít, jó ember, hát egyszerűen fantasztikus, hogy mi mindenen keresztül tudja megmutatni azt ott az igazságot, azt az egyszerű igazságot, amit ő maga, és így lehúzza a lepelt, tehát ugye úgy, mintha húznál a függönyököt, hogy látod, ez azért van, látod, ez ezért van, itt van a tévegés, ott van a megvezetés, megmutassa a lelkületeket valójában, a bukott embernek a jellemét, nagyon ott van. De nem csak azt mutassa meg, mert ugye mi így mondjuk, hogy miben vagyunk. Hát megmutassa a menekülés útvonalat is annak, aki azt mondja, jó van, atyám, hát belátom, hogy itt süllyed mindenet, szeretnék már veled lenni, hozzátartozni, azt ott így megfogja, és puf, mert itt ebben a filmben is például néznek a csaj, ugye a úgynevezett szerelemért, tehát a naivsága miatt, mert el lehet mondani, hogy ő egyszerűen naív volt, de hogy volt naív, ilyen gyerekű volt, gyermeklelkületű volt, mert hát ugye a gazdagság őt nem ragadta meg, hiába adták volna férhez ahhoz a gazdaghoz, gazdag üzletemberhez, aki valójában teljesen egy hamis világot képviselt, az a játszmák világát képviselte, ugye a gazdagok hamis játszma világát, ezt a képmutató világát, ami által mi már hogy be vagyunk fertőzve ahhoz képest, tehát ez a 20. század elején volt. És a csajt nem tudta ez megfogni, igaz? A hölgyet nem tudta megragadni ez az egész világ, mert látta benne az erőszakot, meg mindent, ami ott hozzátartozott. Hogy inkább vágyott, ugye itt a szerelem történetében benne van, hát inkább ő vágyott, ő is arra az igazi szabadságra, de hát egyik oldalon se találta meg igazából azt a tökéletes, beteljesedett szerelmet, szabadságot, és így az Isten meg tudta menteni, mert nekem az jön, legalábbis így, de biztos neked jobban kijelentette is tisztában, hogy ez volt az a törés benne, hogy nem félt, tehát nem akarta ő megmenteni az életét. Figyeljtek meg, nem akarta megmenteni az életét. Nem verdődött, hogy mi? És aki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti azt. Így van. De a múlkor elmeséltem itt Attiláiknak, hogy találkoztam egy Tibi nevezetű sráccal, akit rég ismerek gyerekkorom óta, és elmesélte, hogy olyan súlyos agyvérzés kapott a tavaly, hogy azt mondták, hogy na jó, neki annyi. És hogy feküdt a kórházba, komoly fájdalmakba, ő nem azért imádkozott, hogy őt az Isten mentse meg. Óriási, amit mondott az a gyerek, ott mindenki előtt egyből elkezdtünk Isten országáról beszélgetni, és soha nem hallott Krisztusról, hanem azért imádkozott, hogy Istenem, hát olyan fájdalmas, hogy rájöttem, hogy nekem ebből már hogy elég volt, most még ez is, nem kérlek, ne inkább ne mentsél meg, hanem vegyék ki engem ebből az életből, hisz itt már úgy sincs semmi, látom, hogy micsoda hazugságban élünk, meg mindent bevallott ott abba a gyötrelembe, amiben volt. Két nap múlva talpra állt, azóta is ment. Maga egészséges. Milyen? Tehát elengedett mindent ember ott abba a pillanatban, és Isten azt mondja, megtapasztalt azt, hogy az Isten lenyúlt ért, és azt mondta, na jó van, Tibikém, hát ha beláttad, hogy ilyen nyomorúság az életed, amihez ugye most kellett volna ragaszkodj, de te nem ragaszkodtál, így megmutatom neked a igazi életet. És amikor beszélgettünk,
és felhozódott Krisztus, meg minden, se annyira jött belőlem is, és én mondtam, még voltak benne téveszmék, de egy biztos, egyet biztos tudtam róla. Már találkozott a Teremtő Istennel, és elkezdte keresni. Pont azért beszélgettünk, rájöttem, hogy azért beszélgettünk, hogy megkapja az igazi utat, az igazi útra rá tudjon lépni. Ugye a keskeny útra, az Krisztus, Krisztus ismerete, személyes ismeret. És így, hogy mondtam, és ő próbált azért úgy megcáfolgatni, nem mindenben, mert itt a szavaimat, én is az övé, tehát egymás szavait itt valójában ott táplálkoztunk ketten. És így, ahogy mondtam neki, láttam, hogy elgondolkodott, hogy minden, ami történt vele, ez egy óriási hívás volt Isten részéről, hogy teljesen azt az igazságot ismerje meg, ami ő tényleg egyedül a fiú tudja őt szabaddá tenni. Na, hát azt kívántam neki a végén, hogy adja Isten, hogy ezt megtapasztalt, megéld, én is elmondtam neki dolgokat. De így, ahogy mondod, Zsolt, hát annyira örülök, köszönöm, hogy ezt elmondta, de már egészen olyan, mint a szeme most még egyszer kinyílt volna, tényleg. Óriási ez az egész. Isten csodálatosan tanít mindenkit, mindenen keresztül érted, csak hát ez kéne szomjazni, csak annyit kéne mondani, Istenem, nekem is mutasd meg, hát olyan kíváncsi lettem, nézd meg, itt van 3-4 őrült gyermek, itt folytonosan erő pampognak, érted? Hát biztos, hogy meg bárkinek megmutassa, azt tudni. És azok, akiket felvett a hajó, itt most kikerestem, mert a Jelenések könyvének 9. részében, 20. vers, mert azt láttam a filmben, amikor a hajóács gyönyörködött az alkotásaiban, és a kezük munkájában, hogy ezt az egész rendszert felépítették a kezük csinálmányaitól, és ez a kezeik csinálmányai juttatta eszembe ezt az igét. Nekem már akkor, ha így tanításban így éljel, hogy a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek egy csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, nem hallhatnak, nem járhatnak. Nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. És így járt az az ember, aki egy másik fő mellékszereplő volt, ugye a vőlegény, aki a rendszer kínálta mentőcsónakra felért ugyan, és nem halt meg, nem ölettek meg egy csapásoktól, amivel az emberek ugye nagy része, de nem tért meg, és elmondja az öregasszony a filmben, hogy ő csak annyit tud erről a volt vőlegényről, hogy újságokból olvasta, hogy a 50, nem tudom hányas válság olyan keményen érintette őt is, amit már nem tudott elviselni, mert nem tudott megtérni az arany és ezüst és érc és kő és fabálványoktól, hogy pisztolycsövet dugott a szájába. Ezt szó szerint így mondta a nő, tehát öngyilkos lett. És ez bekövetkezett rajtuk, és rajtunk is be fog következni, hogyha nem térünk belátásra és nem térünk meg. Tehát a megtérés, ezt a beszélőköveken mondtam, vagy leírtam egy cikkbe, leírhattam, hogy a megtérés az valójában hazatérés, mert a székelyek mai napig is, amikor kimegy a mezőre ganézni mondjuk, hogy a földet tegye termékenyé, akkor mit csinál? Azt mondja, hogy ma már tértem kettőt. Tehát a térés az visszatérés oda, ahonnan kiindultunk. És minden gyermek, amikor megszületik, ő még ott van, ahol lennie kell. Aztán elmegyünk egy irányba rossz felé, és ha nem térünk vissza, nem leszünk olyanokká, mint a kisgyermekek. Tehát ha nem térünk vissza, nem térünk meg, a megtérés az visszatérés. Nem térünk meg, akkor így járunk. Tehát meg kell térni, és meg kell érteni a megtérés szó lényegét, hogy mi az, hogy megtérés. A megtérés az nem az, amit az egyházakban és a szektákban mondanak nekünk. Az teljesen más. Úgyhogy ez így fogunk járni. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.